Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ma délután, és az az igazság, hogy már nagyon-nagyon régen tudtam itt lenni a vasárnapi istentiszteleten, és őszintén szólva hiányzik is, és nagyon jó újból együtt lenni veletek, és külön kiváltság az a számomra, hogy hirdetetem közöttetek az Istennek az üzenetét, és mint ahogy már sokszor hallottátok ezt tőlem, mindig egy külön kihívást jelent számomra az, amikor készülök egy igehirdetésre, hogy vajon mit akar Isten üzenni. És a legnehezebb pontja a felkészüléseimnek mindig az, hogy egyáltalán átvegyem azt az Istentől, hogy azon az adott vasárnapon mit akar üzenni. És így volt ez most is, és sokat tépelődtem és töprengtem az Úr előtt, hogy mi legyen az az üzenet, amit ma át kell nektek adnom, és hát remélem, hogy lesznek közöttünk olyanok, vagy esetleg azt is meg merem kockáztatni, hogy talán mindenki számára lesz üzenet abban, amit ma el fogok nektek mondani. Mivel elég sok mondandóm van, ezért gyorsan el is kezdjük, és megpróbálunk az első részén az üzenetnek viszonylag hamar átjutni, hamar túljutni, hogy aztán a lényegi dolgokat a végén meg tudjuk ragadni. Ha emlékeztek rá, akkor már hosszabb ideje foglalkoztunk azzal, hogy hogyan tapasztaljuk meg Istennek az erejét az életünkben. Most nem kimondottan ezt a témát szeretném folytatni, de mégis az igazság az, hogy igen, a diktafon be van kapcsolva, köszönöm a sugógépet. Szóval, hogy az igazság az, hogy ez a téma, amit ma fogunk érinteni, ez is abszolút érinteni fogja az életünknek ezt a területét, nevezetesen azt, hogy hogyan tudjuk megtapasztalni Istennek az erejét az életünkben. Ez a mai üzenet egy kicsit olyan lesz, mint egy immunerősítő injekció. Ugyanúgy, ahogy a biológiai életünkben szükségünk van adott esetben arra, hogy az immunrendszerünk erősödjön, és ezáltal sok olyan betegséget, ami biológiai szinten megtámadja a testünket, le tudjuk győzni. Ugyanúgy szüksége van a lelkünknek is, a szellemünknek is bizonyos immunerősítő táplálékokra, ugyanis az igazság az, nem tudom, hogy tudtad-e vagy észrevetted-e, de a lelkedért és a szellemedért egy komoly harc folyik. Komoly harc dúl a lelkedért és a szellemedért, és nem csak azt hiszem én vagyok ezzel így, nem csak én tapasztalom ezt, hogy nap mint nap szembesülünk ezzel a ténnyel, hogy ki vagyunk tépve egy csomó támadásnak, és ahhoz, hogy ezekben a viharokban, ezekben a kihívásokban meg tudjunk maradni erősen és szilárdan, sőt, egyre erősebben és egyre nagyobb tapasztalata és egyre jobban bízva az Istennek a jóságába és az Istennek a segítségébe, tehát így tudjuk ezekből kikerülni, szükségünk van arra, hogy időnként ilyen üzenetekkel egy kicsit a szellemi-lelki immunrendszerünket megerősítjük. Hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni a mai üzenetek a címét, akkor két V betűt mutatnék nektek föl, ami nem a győzelemnek a jele, de még csak nem is a való világé. De hogyha ezt a két V betűt megjegyzitek, akkor reménykedem abba, hogy hosszú távon majd az, amit hallani fogtok, eszetekbe fog jutni, hogyha erre a mai üzenetre gondoltok. Részt vettem már több olyan kurzuson, amikor arra tanítottak bennünket, hogy hogyan lehet jól tanulni, hogy lehet jól ismereteket szerezni. És vannak különböző praktikák, vannak különböző tanácsok, hogy hogyan lehet bizonyos információkat megjegyezni, és az egyik ilyen alapelv, hogy amit lehet, azt meg kell számolni. Tehát, hogyha én azt mondanám ma nektek, hogy 5 pontból fogok beszélni, és megjegyzitek az 5-öst, akkor otthon, hogyha gondolkodtok az üzeneten, akkor addig-addig erőltetnétek a fejeteket, az eszeteket, amíg eszetekben nem jutna, hogy mi az 5 pont. Most ne 5 pontot egyezzetek meg, csak két V betű. És ez a két V betű, ez nem más fog jelenteni, mint... Nem ezt kell nyomkodnom, rájöttem, mert akkor megállni a felvétel. Hanem ez a két V betű azt jelenti, hogy gyakorlatilag a két szónak a kezdő betűje, választás és változás. Hát, hogyha a változásra gondolunk, akkor rögtön eszünkbe juthat egy csomó minden, amit már elmondtam korábban az Istennek az erejével kapcsolatosan, hiszen tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy egy embernek az életében változás jöjjön létre, valamilyen erővel kell találkozni. A változás az mindig valamilyen erő hatásnak a következménye az életünkben, de nem szeretnék a dolgok elejébe menni, és egy kicsit messziről fogom megközelíteni ezt a témát, úgyhogy hát akkor vágjunk bele. Olvastam a közelmúltban egy cikket az interneten, ami egy ausztrál nővérről szól. Ez az 50entúl.hu oldalon olvasható. Rendszeresen látogatom ezt az oldalt. Nem voltam még el 50 éves, de szóval
ezen az oldalon található, valaki akar, utána járhat. És ez az ausztrál nővér nagyon sok olyan emberrel foglalkozott a munkássága során, akik az életüknek az utolsó fázisában voltak. Az utolsó egy hónapjában, utolsó egy-két hetében. És ez a nővér azt figyelte meg, hogy mik azok az utolsó mondatok, utolsó gondolatok, amik megfogalmazódnak egy olyan embernek a szívében, és ki is lesznek azok mondva, amik közvetlenül a haláluk előtt jönnek ki a szájukon. És azt mondja ez a nővér, aki ezzel a témával foglalkozott, és ezt a megfigyelést végezte, hogy az emberek a haláluk előtti időszakban nagyon nagy tisztánlátásra tesznek szert, és olyan életbölcsességeket mondanak, amiből rengeteget lehet tanulni. És összegyűjtött öt olyan mondatot, amik a leggyakrabban elhangzanak ezeknek a halálra készülő embereknek a szájából. És az első mondat, ami az első helyen szerepel ezen a, hát nevezzük úgy, top listán, az az, hogy bárcsak lett volna bátorságom ahhoz, hogy a saját életemet éljem, ahelyett, amit elvártak tőlem. Tehát azt mondta ez a főnövér, vagy nem tudom, hogy fő volt-e, vagy csak nővér, de azt mondta, hogy ez a mondat az, ami leggyakrabban elhangzik azoknak az embereknek a szájából, akik a halál előtt állnak, hogy bárcsak lett volna bátorságom ahhoz, hogy a saját életemet éljem, ahelyett, amit elvártak tőlem. Miért ez az embereknek a legsúlyosabb problémája? Mit gondoltok az életben? Miért ez az a kérdés, ami a leggyakrabban megfogalmazódik bennük? Mit gondoltok? Bátran szóljatok hozzá, nem költöljük a kérdést. Mert nem azt élik. És miért nem azt élik? Mert meg akarnak embereknek felelni. És miért akarnak megfelelni az embereknek? Az elfogadás miatt. Így van, azért, mert az emberek vágynak az elfogadásra, és azért, mert jelen van az embereknek az életében az elutasításnak a problémája. Nagyon sok embernek az életében, sőt azt lehet mondani, hogy minden embernek az életében jelen van valamilyen szinten az elutasításnak a problémája, ugyanis az emberek borzasztóan vágynak arra, hogy elfogadottak legyenek. Az emberek elképesztő módon vágynak arra, hogy valaki elfogadja őket, hogy valaki méltányolja őket, hogy valaki szeresse őket. Én azt gondolom, hogy ez a tény, ez a jelenség az embereknek az életében alapvetően azért van, mert igaz az, amit a Biblia ír, hogy minden ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, vagy ahogy szoktuk emlegetni a másik fordítás szerint, hogy minden ember olyan, mint egy fogyatékos az Istennek a jelenléte nélkül az életében. És az embereknek a szívében, a lelkében, a szellemében ez a hiány olyan szinten jelen van, hogy ennek a hiánynak a jelenléte komoly problémákat okoz a számukra. Tehát jelen van az embereknek az életében az elutasításnak a problémája. És mivel ez a probléma jelen van, egész pontosan a szeretet utáni vágy, ezért az embereknek sokféle válasza születik arra, hogy hogyan lehet ezt az űrt, ezt a hiányt betölteni. Nem véletlen az, hogy ha bekapcsolod a rádiót, mondjuk egy olyan csatornát, ahol könnyű zenei számokat adnak, de lehet az komoly zene is, a daloknak, a különböző művészeti megnyilvánulásoknak a legtöbbször a középpontjában mi áll? Szerelem. A szerelem. Azért áll a szerelem nagyon sokszor ezeknek a műveknek a középpontjában, mert sokszor az emberek, sőt az esetek többségében az emberek erre a hiányra a szerelmet látják megoldásnak. A szerelem ugye az az állapot, amikor két fél kölcsönösen szerelmes lesz egymásba, amikor megtapasztalják azt, hogy valaki feltétel nélkül elfogadja őt, valaki rajong érte, és még a hülyeségeit, még a rossz dolgait is gyönyörűnek és csodálatosnak látja. Hogyha voltál már szerelmes, akkor tudod azt, hogy nem igazán látsz hibát abban az emberben, akiben szerelmes vagy. Nem veszed észre egyszerűen a hibáit. Ugye valaki máshogy ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szerelem ő budít, és nyomorba dönt, mert hát valóban egy ilyen érdekes hozzáállást, nézőpontot alakít ki az embereknek a lelkében, a szívében a másik iránt. De valóban az emberek nagyon-nagyon sok esetben azt gondolják, hogy ez lehet a megoldás. És amikor az ember belekerül egy ilyen állapotba, akkor úgy érzi, hogy az életének ez a szüksége megvan oldva.
És nem véletlenül az, hogyha egy nő például, most mondok egy példát, feltűnően csinos, feltűnően kivirult és szép, akkor már is elkezdik feltételezni róla, hogy valószínűleg gyereket vár, aminek az előzménye az lehet, hogy szerelmes, vagy pedig egyszerűen csak szerelmes. Igaz? Hallottatok már ilyet, hogy egy nőre azt mondták, hogy te biztos szerelmes vagy, annyira jól nézel ki mostanában, olyan gyönyörű vagy. És tudjátok, miért van ez így? Azért, mert egyszerűen, amikor valaki szeretve van, amikor valaki feltétel nélkül el van fogadva, és ezt a szeretetet, ezt az elfogadást kifejezik az irányába, az egyszerűen még fizikai módon is megjelenik az emberen. És az ember kivirul tőle. Nem csak a lelke, nem csak a szelleme, hanem az egész lényén tükröződik az, hogy ő szeretve van. Na most a probléma akkor kezdődik, amikor a szerelemnek ez az intenzív időszaka elmúlik, ugye? Mert hát akkor élni kell tovább, és jönnek a szürke hétköznapok, és hát azok, akik ilyen kapcsolatfüggők, vagy szerelemfüggők, akkor félredobják azt a partnert, akik részéről már nem kapják meg azt a típusú és azt a minőségű szerelmet, amire igényük van, és akkor mennek tovább. És azt látjuk, hogy valójában összességében véve ilyen formában a szerelem nem az igazi megoldás az elutasítottságnak a kérdésére. Az igazság az, hogy a nem keresztény tudósok is sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és néhány cikket kigyűjtöttem nektek, engedjétek meg, hogy nagyon-nagyon gyorsan felolvassak ezekből egy-kettőt. Az egyik cikk így kezdődik, az elutasítás súlyosan megbetegíthet. A visszautasítás gyakori érzése olyan tartós, gyulladásos választ vált ki a testben, amely növelheti az egyének kockázatát olyan betegségekre, mint az aszma, a szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy a depresszió, állapították meg amerikai kutatók. A Kalifornia Egyetem munkatársai egészséges fiatal felnőtteket toboroztak vizsgálatukhoz, melyben azt modellezték, miként hat a közösségi helyzetben átélt stressz, az elutasítás a fizikai egészségre. Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában hétfőn közzétett tanulmány szerint a visszautasítás gyulladást vált ki, amely tartósan fennmaradva károsan befolyásolja a lelki és a testi egészséget is. Még hogy nincs az embernek lelke, igaz? Na, akkor nézzük egy következőt. Az elutasítás fizikai fájdalmat okoz. Az agy fizikai fájdalomra reagáló területei átfedésben vannak azokkal, melyek a társas visszautasításra válaszolnak, állapították meg szakításon frissen átesett emberek agyát tanulmányozva amerikai kutatók. Na, aztán olvasok egy újabbat, ez egy picit hosszabb lesz, kis türelmeteket kérem hozzá. Elutasítás és az elutasításnak a kezelése. Harry Pottert elutasították, csak úgy, mint, hát segítsetek nekem, hogy hívják a Bellát és Edwardot is. Ha J.K. Rowling és Stephanie Meyer nem jártak volna kiadótól kiadóhoz, akkor talán sosem olvashattuk volna kedvenceinket. Az élet arról szól, hogy céljainkért küzdünk, ám bármit is teszünk, mindig lehetséges az, hogy elutasítással találkozunk. Az elutasításnak nem feltétlenül kell nagy dolognak lennie, mint például nem jut be a legjobb egyetemre, nem vesznek be a csapatba, vagy nem kérnek fel a végzős bálban. Az elutasítás a mindennapi életben is jelen van. Olyan egyszerű dolgokra gondolj, mint például, amikor nem nevetnek a vicceden, nem foglalnak neked helyet az ebédnél, vagy csak valaki, akit nagyon szeretsz, mindenkivel beszél, csak veled nem. Az elutasítottság érzése pont ellentétes az elfogadottságnak az érzésével. Persze az elutasítottság nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem szeretnek, értékeink nem elég fontosak nekik. Ez csak azt jelenti, hogy az adott időben, az adott szituációban, az adott személlyel kapcsolatban valami nem stimmel tökéletesen. Az elutasítás fáj, de fontos, hogy együtt kerüljétek el ezeket a szituációkat. Hiszen például nem akarhatod, hogy valaki túlzottan visszahúzódjon, vagy nem mondjon a céljairól csak azért, mert fél az elutasítástól. Persze így 100%-ban elkerül az elutasítás, de így a céljaitól is teljesen eleshet. Légy őszinte a többiekhez, és legfőképpen magadhoz. Tudnod kell, hogy mit érzelsz és mit gondolsz. Kezdjük az érzésekkel. Ha elutasítottak, akkor ezt be kell ismerned. Ne próbáld leleplezni a fájdalmat, mert azzal csak rosszabb lesz. Akárhogy is érzel, biztosan normális, hiszen az elutasítás nagy megpróbáltatást jelenthet. Gondolkodj el azon, hogy mennyire intenzívek az érzések. Nagyon felidegesített az elutasítás, vagy csak kicsit. Sírj, ha akarsz. Az is egy természetes módja az érzelmek feldolgozásának. Utána próbáld meg megnevezni azt, amit érzel. Szeretve van, akkor ez a szeretet
képes arra, hogy megváltoztassa annak az egész, annak az embernek az egész életét. Testestől, lelkestől, teljes egészében. Na most ennek a kis felvezetésnek, az elutasítottságnak és az elvetettség állapotának vajon mi köze van a választáshoz, ez a nagy kérdés. Hogy mi köze a választásnak az elvetettséghez, vagy az elutasításhoz. Hát a összefüggés ott keresendő, hogy a választás az mindig ítélet is egyben. Amikor te bemész egy cipőboltba, és kiválasztasz magadnak egy, mondjuk egy hölgy, egy szép magas sarkú cipőt a 10-ből, akkor mit mondtál ki ezzel? Azt mondtad, hogy abból a 10-ből azt tetszik neked a legjobban, amit választottál. És ezzel ki is mondtad a véleményedet a többi 9-ről. Az embernek a veséje ugye végzi a méreganyagoknak a kiválasztását a szervezetből, és gyakorlatilag szelektál. Van, amit károsnak ítél, és van, amit hasznosnak ítél. Választ. Amikor Isten özönvizet bocsátott a földre, akkor szétválasztotta a jót a rossztól. Amikor Jézus Krisztus beszél az ítéletről, vagy az ítéletek bármilyen formájáról, gondoljatok például a juhoknak és a kecskéknek az esetére, akkor az ítélet az mindig együtt jár egy választással, amikor is a jó dolgok a rossztól szét vannak választva. És hogyha ez igaz, akkor tudnunk kell azt, hogy a választás az okozhat elutasítást, és okozhat elfogadást egy ember irányába. Pro és kontra. Egy igét szeretnék ma nektek mutatni, ez lesz az alapigény, látjátok, nagyon lelkismeretesen az egész ide van másolva, úgyhogy most akkor elő lehet venni a szemüvegeket, vagy ha van bibliátok, akkor az a legszerencsésebb. És szeretném ezt az ige szakaszt felolvasni. Péter első levele, második rész, első versről a 11. versig. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemő, a hamisítatlan lelki fejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságjá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építő, sarokkővé lett, megütközésnek a kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtok. Na most ezt az igét még egyszer elolvassuk, ha egy másik fordítás szerint, jó? Na, kussunk neki még egyszer. Legalább jobban rögzül. Tehát, most azért takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot, képmutatást. Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok senkiről rosszat. Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemő. Tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, amely segít, hogy felnőjetek és elérjétek a teljes megmenekülést. Igen, nagyon kívánatok kell ezt, mivel megízleltétek az Úr jóságát. Az Úr Jézus az élő kő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert Isten őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz, hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok. Ti viszitek Istennek a szellemi áldozatokat. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által viszitek elő. A Szentírás is azt mondja, nézzétek, én választottam ki egy értékes sarokkövet, és leteszem Sionban. Aki benne bízik, nem fog csalódni soha. Ez a kő értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne. De a hitetlenekre ez vonatkozik. Az a kő lett az épület sarokköve, amit az építők félredugtak.
Igen, a hiteteleknek az a kő, amelyben az emberek megbotlanak, és a szikla, amely miatt elesnek. Az emberek azért botlanak meg benne, mert nem akarnak engedelmeskedni Isten beszédének. Az ilyen embereket Isten erre ítélte. Ki azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Titeket azért választott ki, hogy mindenkinek hirdessétek Isten csodálatos tetteit, mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, abban a csodálatos világosságban, ahol ő maga lakik. Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez, most azonban Isten népévé váltatok. Na hát ez a felolvasott ige szakasz tartalmaz egy csomó igazságot Jézus Krisztusról, és tartalmaz szintén egy csomó igazságot rólad. És szeretnénk megnézni most először, hogy mik azok az igazságok, amik ebből a ige szakaszból Jézus Krisztusra értendőek. Az első ige, amit szeretnék ebből a felolvasott szakaszból kiemelni, így szól: az Úr Jézus az élő kő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert ő Isten választotta ki. Mit mond ez a szakasz Jézus Krisztusról? Azt mondja róla, hogy Jézus Krisztus az az élő kő, akit az emberek visszautasítottak. Ez a visszautasítás kifejezés a görögben még jelent egy csomó mindent. Ilyeneket jelent még, hogy megvetett az, aki visszautasított, alkalmatlannak nyilvánított, kifogásolható, elutasított. Tehát azt mondja ez az ige Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztust megvetették, Jézus Krisztust alkalmatlannak nyilvánították, Jézus Krisztussal kapcsolatosan volt az embereknek egy csomó kifogásuk, elutasították és egyszerűen visszautasították őt. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus egészen elképesztő életet élt, amikor itt volt a Földön. Óriási csodákat tett, és mégis azt látjuk, hogy az embereknek a többsége, aki valamiféleképpen gondolkodott Jézus Krisztusról, végül csalódott benne. Azért, mert az ő gondolkodásukkal nem volt összeegyeztethető az, amit Jézus Krisztus tett. Jézus Krisztus egyértelművé tette, hogy úgy gondolkodik magáról, hogy ő az a Messiás, akit az Ószövetségben Isten megjövendőlt, megprófétált a nép és az egész világ számára. És ezt a messiási igényét egyértelműen kijelentette a munkássága, a megnyilvánulásai során. És voltak, akik hittek benne, és voltak olyanok, akik egy darabig hittek benne, de aztán elfordultak tőle, és voltak olyanok, akik az első pillanattól fogva azt mondták, hogy ez az ember nem alkalmas arra, hogy ezt a küldetést, ezt a messiási küldetést véghez vigye. Tehát azt látjuk ebből az ige szakaszból, hogy az embereknek a jelentős többsége úgy gondolkodott Jézus Krisztusról, hogy egyszerűen visszautasította őt. De mit mond az ige? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus az az élő kő, Isten számára azonban nagyon értékes, mert Isten őt választotta ki. Mitől vált ez a kő értékes Isten számára? Mitre következtethetünk ebből az ige versből? Azért, mert Isten kiválasztotta őt. Na, menjünk tovább. A következő igazság, amit mond Jézusról ez az ige szakasz, legalábbis amit én most szeretnék kiemelni, hogy nézzétek, én választottam ki egy értékes sarokkövet, mondja Isten. Ez ugye a Péter levelében szerepel, de a Péter idézi mindig az Ószövetségnek az igéit, azok vannak ott zárójelben megjegyzésként odarakva. Nagyon tetszik nekem az egyébként, hogy Péter az igét igével magyarázza. Tehát gyakorlatilag az ószövetségi jövendőléseket, proféciákat hozza az emberek elé, amikor Jézus Krisztusról beszél. Tehát azt mondja, nézzétek, én választottam ki egy értékes sarokkövet, és leteszem Sionban. Aki benne bízik, nem fog csalódni soha. Tehát itt újból megerősíti Isten, hogy ő kiválasztott egy értékes sarokkövet. Aztán nézzük a következő igazságot. Ez a kő értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne. De a hitetlenekre ez vonatkozik. Az a kő lett az épület sarokköve, amit az építők félrelógtak. Igen, a hitetleneknek az a kő, amelyben az emberek megbotlanak, és a szikla, amely miatt elesnek. Mit mond ez az ige? Hogy vannak, akik hisznek Jézus Krisztusban, és számukra mit jelent Jézus Krisztus? Kicsoda? Értékes kincs. Ez a kő egy értékes kincs. Néha a gyerekeim hazajönnek a sétálásból, meg amikor én is együtt sétálok velük, ez is elő szokott fordulni, és tele van a zsebük mindenféle gyönyörű kövekkel, amit aztán utána titokban próbálok egy darabig megőrizzük, aztán utána, mivel elég kicsi a lakásunk, próbálunk az ilyen lomoktól megszabadulni. És én, amikor megyek az utcán, akkor én észre sem veszem ezeket a köveket, és számomra nem jelentenek semmit. De a gyerekeim úgy tekintenek rá, mint egy kincsre.
egy fantasztikus értékre. És hozzák is mondják, hogy apa, nézd, ez mennyire szép ez a könyv. És ez az én kincsem, és ez gyönyörű. És akkor keresünk neki valami jó helyet a gyerekszobában, ahol mindig fogom látni. Én ezt a követ félredobnám, és nekem nem jelent ez semmit. És azt mondja ez az igevers Jézus Krisztusról, hogy ez a kő, Jézus Krisztus értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne. És aztán mit mond? Hogy folytatja, hogy a hitetlenek micsoda ő? Az a kő lett az épület sarokköve, amit a hitetlenek, az építők félredobtak. Itt, amikor a Biblia beszél a kőről, akkor erről az építkezésnek az összefüggésében beszél. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztus egy olyan kő volt, amit az építők félredobtak. Tehát azok az emberek, akik értenek az építkezéshez, megnézték ezt a követ, a kezükbe vették, és azt mondták, hogy ez értéktelen, ez nem jó semmire, és fogták és félredobták. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy a hitem mennyi minden múlik. Attól függően, hogy valamihez hittel állsz hozzá, vagy hitetlenül, válik a számodra értékessé, vagy értéktelenné. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak abban az adott pillanatban, amikor a véleményedet, a szívednek az állapotát megfogalmazod azzal a dologgal kapcsolatosan, hanem hosszú távon valamiből értéket akkor tudsz kivenni, hogyha hitet gyakorolsz azzal a dologgal kapcsolatban. Ha nem gyakorolsz hitet, akkor se rövid távon, se hosszú távon nem fogsz tudni értéket kivenni belőle. Igen. Megyünk egyet tovább. Nézzük azt, hogy ebből az ige versből mi az, ami ebből az ige szakaszból, ami rád vonatkozik. Most újból fel fogjuk olvasni ezt az igét, de most meg fogunk állni mindig egy picit, jó? Szóval, most azt nézzük meg, hogy mi az, ami rád vonatkozik mindenből. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemő, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ez az első dolog, ahol szeretnék megállni. Mit mond itt az ige, hogy miért változzon meg az életed? Miért legyen az életed egy jobb minőségű élet, mint amit eddig éltél? Miért legyen egy erkölcsi, szellemi, valódi értékekkel teli élet az, amit élsz? Mi ennek az alapja? Kiemeltem pirossal. Azért, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Nagyon fontos tudnod, hogy az életedben a dolgok ott kezdődnek, hogy az Isten jó. És hogy te megízlelted, egész pontosan az a megízlelni szó, ez azt jelenti, hogy megtapasztaltad az Istennek a jóságát. Megtapasztaltad, hányan vagytok, akik az életetekben valami aprócska módon is akár, vagy még hatalmasabb dologban megtapasztaltátok Istennek a jóságát. Most mindenki felöveli a kezét, ma szinte mindenki. Szóval én is nagyon sokféleképpen már megtapasztaltam az Isten jóságát az életemben. És tudjátok, mi a durva? Hogy nem tudnám azt mondani, hogy erre rászolgáltam, hogy ezt megérdemeltem volna. Ti se, ugye? Csatlakoztok? Nem mondhatom azt, hogy az Istennek a jóságát, amit megtapasztaltam az életemben, azt bármilyen módon kiérdemeltem volna, vagy rászolgáltam volna, hogy arra, hogy az Isten jó legyen. De egyet tudok, hogy amikor megízlelem az Istennek a jóságát, amikor megtapasztalom az Istennek a jóságát, akkor ez elindítja a változást az életemben. És az Istennek a jóságának, Isten jóságának a megtapasztalása elkezd értékeket hozni be az életemben. Na, megyünk tovább! Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élőkövet épüljetek fel lelki házzát. Amikor olvastam ezt az igét, felfigyeltem erre, hogy ti magatok is. Tudjátok, mit állít ez az ige? Nem kevesebbet, hogy mindaz, amit elolvastunk az előbb Jézus Krisztusról, az rád is igaz. Mit olvastunk Jézusról? Hogy Jézust félredobták a hozzáértő emberek, mint egy értéktelen kődarab, egy tárgy. Ki az itt közülünk, aki az élete során tapasztalt már elutasítást, vagy megvetést? Én már tapasztaltam. És úgy, hogy mennyire borzasztó érzés ez? Milyen szinten tönkre tudja tenni az embernek a közérzetét, egyszerűen gúzsba tud kötni, meg tud békjózni, tehetetlenné tud tenni, rengeteg negatív reakciót hoz az életünkbe. És hogyha igaz mindaz, amit Jézus Krisztusról ír az ige ránk is,
akkor tudnod kell azt, hogy lehet, hogy az emberek téged félrevetettek, és megállapították róla, hogy alkalmatlan vagy. Hogy tornából fölmentve. Vagy bármi más. De azt mondja az ige, hogy az Isten számára mégis értékes vagy. És az Isten téged választott. Téged választott. Lehet, hogy egy csomóan félredugtak, és azt mondták, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy egy normális házasságban éljél, mert veled nem lehet jó házasságot élni. Lehet, hogy azt mondták, hogy te egy alkalmatlan munkatárs vagy, és keresél magadnak másik munkát. Mert egyszerűen beléd van kódolva a kudarc és a sikertelenség. És ez egy sikercég, itt ilyen embereket nem tűnünk meg. És még lehet sorolni, hogy mennyi-mennyi elutasítással találkozik az ember. Vagy egyszerűen alkalmatlan vagy arra, hogy egy társaságban viccet mesélj, mert senki nem röhögött a viccel, vagy nevetett, bocsánat, amit elmeséltél. És akkor is átérted azt, hogy el vagy utasítva. De az Isten mégis azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy az emberek félredobtak. De én kiválasztottalak téged. És ez a választás, amit tettem, ez a döntés, amit hoztam veled kapcsolatosan, ez értékesített téged. És érték vagy a számunkra. És napvilágra fog jönni az az érték, ami benned van. Na, haladjunk tovább. Tehát ti magatok is, hogy élőkővel képüljetek fel lelki házá Szent Papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága krincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építő sarokkövére. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek a nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket. Mit mond rólad az ige? Azt mondja rólad az ige, hogy te választott nemzetség vagy. Hányan vagytok itt, akik úgy gondoljátok, hogy újjászülettetek, hogy Isten gyermekei vagytok? Én is így gondolkodok magamról. Nagyon-nagyon fontos dolog. Az immun erősítő injekció itt kezdődik, hogy elhiggyed azt, amiről hiszem azt, hogy a Szent Szellem is itt van és bizonyságot tesz szívedben, hogy te az Istennek a gyereke vagy. Bárki bármit mond, a Szent Szellem akkor is azt mondja, hogy te Istennek a gyereke vagy. És hogyha ez így van, akkor azt mondja rólad a Biblia, hogy te részese vagy, tagja vagy egy választott nemzetségnek. Egész pontosan az a szó, amit itt használ a görög, ez a genosz szó, azt jelenti, hogy egy ilyen származásnak, egy ilyen családnak a leszármazottja, a gyermeke, az utódja vagy. Egy még durvább dolog, egy ilyen fajhoz tartozol. A genosz honnan ismerős? Hát a gén szóról, vagy a genetikáról. Egyszerűen a génjeidbe bele van kódolva az, hogy te Isten gyermekeként nyilvánuljál meg. Hogy Istennek a gyermekeként éljél. Szeretnéd tudni, hogy él az Istennek a gyermeke? Hát nagyon egyszerű a dolgot, meg kell nézned, hogy Jézus mit csinált. Ő volt a prototípus, és te vagy a következő. Te is ugyanannak a nemzetségnek vagy a tagja. Azt mondja az ige, hogy választott nemzetségnek vagy a tagja. Sőt, azt mondja, hogy királyi papsághoz tartozol. Egész pontosan ez a papság szó, amit szerepel, az azt jelenti, hogy papi rend. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy amikor újjászülettél, és Istennek a gyermekeivé lettél, akkor pap lettél. Ti mind papok vagytok, papok és papnők. És arra bátorít bennünket az ige, hogy mint papok, mint Istennek a papjai, mutassunk be szellemi áldozatokat. Ki a főpap? Jézus Krisztus a főpap, de ti mind papok vagytok. És függetlenül attól, hogy az egyházban milyen feladatotok, szolgálatotok van, Isten számára borzasztóan értékes, amit csináltok. Sokszor azt gondoljuk, hogy aki itt áll elől és dicsőít, itt áll elől és igét hirdet, az sokkal értékesebb, mint az, aki ott hátul ül és kezeli a kivetítőt, vagy a hangtechnikát, vagy felveszi ezt az alkalmat videóra, vagy egyszerűen csak otthon imádkozik. És közben jár. De az Isten számára nagyon-nagyon értékes az a szolgálat, amit te, mint pap végzel. Nagyon-nagyon értékes. És nem vagy kisebb érték az Isten szemében, mint azok, akik elő vannak. És te azoknak, akik itt szolgálnak elő, és látványosabb, amit végeznek, te a kollégája vagy, a paptársa vagy, a lelkésztársa vagy.
és mint papban, mint ennek a papi rendnek a tagjában, hogy igen, egykor nem az én népe voltál, de most Istennek a népe vagy. Igen, a számodra, amiket tettél, azok miatt nem volt irgalom, és most se lenne. De most, hogy megismerted Jézus Krisztusnak a kegyelmét, irgalomra találtál. Szóval a mondandóm egyik legfontosabb eleme ma az, hogy te Istennek a választottja vagy, és ezért értékes vagy Isten számára. Attól függetlenül, hogy esetleg te mit gondolsz most pillanatnyilag magadról, meg hogy a környezeted mit sugároz feléd. Lehet, hogy a környezeted más véleménnyel van rólad. És azt mondja, hogy hát jó, Isten kiválasztott téged is, de hát biztos úgy volt, hogy na jó, azt az egyet még csapjátok hozzá, hogy most kifizettem az árat, nem azt nem szoroz, elviszem, nem maradjon itt a nyakatokon. De nem így van. Vannak olyan emberek, akik elmennek és kinéznek egy házat. És az a ház teljesen lepukkant, és látszólag nincsen benne semmi fantázia. De vannak olyan jó szemű emberek, nem akarok újat mutogatni, tudok itt is tűnni, itt is példát mutatni, vagy mondani, akik egy lepukkant romos házban is meglátják azt, hogy abból mit lehet kihozni. És abban a pillanatban, amikor meglátják azt a házat, belül létrejön bennük egy meggyőződés, egy hit, hogy ez nekem kell. Mert én ebből valami nagyon szuper dolgot fogok kihozni. És én nagyon szuper dolgot fogok belőle csinálni. És tudod kell az, hogy Isten ugyanígy van veled. Amikor meglátott téged, akkor őt egyáltalán nem érdekelte azt, hogy a többiek mit mondtak. Azt sem érdekelte, hogy te mit gondoltál magadról. De abban a pillanatban, amikor meglátott téged, akkor azt mondta, hogy ez az ember nekem kell. Ez az ember nekem kell, én ezt kiválasztom. Mert én hiszek ebbe az emberbe. Én látom azt az értéket, amit ki fogok belőle hozni. És látom azt, hogy hosszú távon mi lesz abból a pillanatnyilag jelentéktelennek tűnő valamiből, ami most a szemeink előtt van. Szeretnék néhány gyakorlati tanácsot adni nektek ez a mai üzenethez. Az első dolog, hogy az értéked nem az emberek véleményétől függ, te se függ tőle. Nagyon fontos, az értéked nem az embereknek a véleményétől függ, ezért te se függ tőle. Ne engedd, hogy a frusztráció, a elutasítottság, az elvetettség bejön az életedbe, mert az értéked az nem attól függ, amit az emberek gondolnak róla. Mit olvastunk Jézusról? Hogy a szakértők félrevetették, azt mondták, hogy értéktelen. Hol volt ezeknek a szemük? A nagy szellemi látásuk. Jézusra azt mondani, hogy értéktelen. Hát ez kész. De akik hittek benne, azoknak a számára a minden. És Isten így gondolkodik róla. Nem szeretem az ilyen nyálas üzeneteket, de most mégis hadd mondjam neked azt, hogy Istennek te vagy a minden, érték vagy a számára, mert hisz benned. És ezért ne hagyd azt, hogy a környezetednek a véleménye, megnyilvánulásai rányomják a bélyegeit az életedre, a közérzetedre, az egészségedre, testi, lelki, szellemi értelemben, az épségedre. Mert az értéked nem az emberek véleményétől függ, ezért te se függ tőle. A másik gyakorlati tanács, hogy Isten papja vagy, ezért végezd a szolgálatot. Te Istennek a papja vagy, végez a szolgálatot. Erre majd még egy kicsit szeretnék visszatérni, és az előbb már lesz egy kicsit bővebben kifejtettük. Harmadik dolog, hogy ez nem csak rád vonatkozik. Tekíts tehát így a testvéreidre is. Úgy látom azt, hogy alapvetően kétféle embertípus van. Az egyik az az, aki teli van látszólag önbizalom hiánnyal, és teli van elutasítottsággal, frusztráltsággal, lelki betegséggel, lelki egészségtelenséggel, amiatt, amit kap. És vannak olyan embertípusok, akik meg látszóan túltengenek az önbizalomtól. És nekik aztán senki véleménye nem számít. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez még sajnos az egyházon belül is így van, sokszor. És lehet, hogy kimondták rólad egyházi tisztségviselők, hogy te értéktelen vagy. És lenézték, semmibe vették a szolgálatodat, megbélyegezték, azt mondták, hogy tehetségtelen vagy. Kimondtak rád ilyen szavakat. De egyrészt ne dőj be ennek, másrészt pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy bármelyik embertípushoz is tartozó pillanatnyilag, nagyon fontos az, hogy nem csak te vagy az érték, hanem az is, aki melletted ül, meg aki itt van, meg aki nincs itt, az is. És nagyon-nagyon fontos, hogy a gyülekezet, a Krisztus teste az a hely legyen,
ahol Istennek ezt a hitét, Istennek ezt a szeretetét, Istennek ezt az elfogadását ki tudjuk nyilvánítani, ki tudjuk fejezni egymás iránt. Ez nem abban fog kimerülni, hogy megsimogatjuk egymást, tudjátok, hogy jó van Pistike, nem is vagy kocka fejű, mert van helye a szeretetből fakadó figyelmeztetésnek. De hol máshol, ha nem a gyülekezetben, hanem az egyházban, a Krisztusnak a testében kell, hogy a szeretet ilyen módon működjön. Voltam egy gyülekezetbe szolgálni, azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, és már igyekszem nagyon rövidre fogni a mondandómat. És szolgált egy srác, aki körülbelül annyi idős lehetett, mint én. És nem mondott semmi extrát az üzenetével, de jó volt. Jó volt hallgatni. És tudjátok, miért volt jó hallgatni? Azért, mert látszott, hogy annak az embernek, aki ott beszél, holott nem mond ilyen óriási nagy kijelentéseket, de egészséges a lelke. És ismerem ezt a közösséget régebb óta, és tudom azt, hogy az egyik alapszisztémájuk az az, hogy mindenki felé, aki jön a gyülekezetbe, hitet gyakorolni. És nagyon-nagyon bátorítják egymást. És amikor valaki szolgál, és megnyilvánul a pulpitusról, vagy a dicsőítő csapatban, vagy mint ajtónáló, vagy mint jegyszedő, vagy mit tudom én, bármi, akkor a reakciók nem azok, hogy utána behívják, és akkor elmondják neki, hogy na, ezen és ezen a ponton rossz volt, amit csináltál, és sürgősen ezeken a dolgokon változtatnod kéne. Hanem azt mondják neki, hogy figyelj, Isten elhívott téged, és jó az, amit csinálsz, és Isten benne van abban, amit csinálsz. És tudjátok, azt látom, hogy ezeknek az embereknek a személyiségét egyszerűen ez a hozzáállás megváltoztatja. Hogy hitet gyakorolnak feléjük. És egyszerűen úgy kinyílnak és úgy kivirulnak, hogy a teljesen átlagos emberek és a teljesítményüknek a 150%-ára képesek. Azért, mert az Istennek a szeretete, az Istennek a hite, amit kinyilvánítanak feléjük, az megváltoztatja őket. Szeretnék egy példát még a végén mondani nektek a Bibliából. Ez pedig Péternek a példája. Péterről tudjuk azt, hogy korábban úgy hívták, hogy Simon, és ő Jézus Krisztusnak az egyik tanítványa volt, mégpedig a tanítványoknak a szűk köréből, a 12-ből az egyik, sőt azon belül is volt egy szűk kör, egy 4-es kör, és abba tartozott vele. És ez a Péter halászemberként kezdte valamikor, és Jézus a halászcsónak mellől hívta el. És tudjátok biztos a történetet, hogy Jézus ott prédikált a Galileai tengernek a partján, és ott volt a nagy tömeg, és bekéreszkedett Péternek a csónakjába, vagy akkor még Simonnak hívták, és onnan a csónakból tanította az embereket. Ez egy délelőtti órában volt, tudjátok, a halászok éjszaka halásznak, mert akkor járnak a halak, és miután befejezte a prédikációt, azt mondta Péternek, illetve Simonnak Jézus, hogy most evezetek rá, aztán vessétek ki a hálót. És akkor mondta Simon, hogy hát figyelj, én vagyok a halászember, tudom, hogy ilyenkor nem járnak a halak, de hát te azt mondom, akkor menjünk ki, aztán dobjuk be azt a hálót. Bedobták a hálót, és hát annyi halat fogtak, mint még életükben sose. És Péter, amikor ezt látta, ledöbbent, és akkor azt mondta Jézusnak, hogy menjen tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És akkor azt mondta neki Jézus, hogy Péter, ne félj, mert én ember halászát teszlek téged. És onnantól kezdve, illetve Simonnak hívták még akkor, ez az ember Jézus Krisztusnak a tanítványa, követője lett. És aztán végig kísérte Jézus Krisztusnak az egész életét, nagyon közelről látta, az egyik olyan ember volt, aki a legszorosabb kapcsolata volt Jézussal, názareti Jézussal, és tudjuk azt, hogy Isten, illetve Jézus egyértelművé tette Péter számára azt, hogy őt elhívta arra, hogy őt szolgálja. És egy komoly küldetése van a számára. Aztán azt is tudjuk, hogy azon az éjszakán, ami Jézus Krisztus elárultatott, és amikor bevitték előkészíteni, úgymond a kivégzéssel, akkor úgy, ahogy Jézus ezt megjövendőlte egy pár órával korábban, Péter, bár előtte tiltakozott, 3-szor megtagadta Jézus Krisztus. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljesen alkalmatlanná vált, bizonyította az alkalmatlanságát arra, hogy bármilyen szolgálatot is elvállaljon Krisztusnak az egyházában, nem hogy ő egy ilyen fő-fő apostol legyen. És utána, amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették, és majd Jézus feltámadt, akkor újból találkoztak a tengerparton. Újból volt egy csodálatos halfogás, és a János evangélium a végén olvashatunk arról, amikor lezajlott egy nagyon izgalmas párbeszéd Jézus és Péter között. És tudjátok, miről szólt ez a párbeszéd? Oda ment Jézus Péterhez, és azt mondta, hogy te figyelj, tudod, azért ezt nem vártam volna tőled. Azok után, amiket láttál,
hogy hogy támasztom fel a halottakat. Na jó, az anyósodat meggyógyítottam, az lehet, hogy nem volt egy jó pont. De azok után, amiket láttál és amit tapasztaltál, meg amit kilátásba helyeztem a számodra, az a küldetés, az a rang, meg egyebek, te fogad, és akkor így egyszerűen elárulsz engem mások előtt, mert beparáztál, mert féltél. És hát úgy lekapta a tiszkörvéről ott a tengerparton Pétert, Jézus, hogy öröm volt nézni. De nem így volt. Képzeljétek el, elkezdtek beszélgetni. És Jézus csak egy kérdést tett föl Péternek, hogy Péter, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? És akkor azt mondta neki Péter, hogy Uram, én szeretlek téged. És tudjátok, mi volt erre Jézusnak a válasza? Hogy na jó, azt hiszed, hogy az, hogy szeretsz, az elég? Tudod mit? Felejtsd el, amit eddig mondtam, sztorna az egész, keresem egy másik embert. Vannak nálad sokkal alkalmasabbak arra, hogy ezt a szolgálatot elvégezik. Nem, megerősítette az elhívást, és azt mondta, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. És akkor utána ez a kis párbeszédelem lezajlott még kétszer, és utána Jézus mond még egy nagyon érdekes dolgot Péternek. Azt mondja, hogy most még fiatal vagy, felövezed magad, és oda mész, ahova akarsz. De amikor megöregedsz, idős leszel, másra vesz fel téged, és oda fogsz menni, ahova nem akarod. És ugye azt mondja a Biblia, hogy ezzel mondta el, jelentette ki, profétáltal jövendölte meg Jézus Péter számára, hogy milyen halállal fogja őt megdicsőíteni, ugyanis biztos tudjátok, hogy Pétert végül kivégezték, keresztre feszítették ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, sőt a hagyomány szerint ugye úgy tudjuk, hogy ő azt kérte, hogy nem méltó arra, hogy úgy szenvedjen, mint Jézus Krisztus, ezért fejjel lefelé feszítették keresztre. És ott ebben a beszélgetésben, amikor ez a jövendőlés Jézus szájából elhangzik, akkor benne volt az, hogy néhány héttel ezelőtt nem voltál még kész arra, hogy bevállalt értem a mártír halált. Ott voltál abban a szituációban, szerintem lehet, hogyha bevállalja ott Jézust, akkor lehet, hogy ő is megy a keresztre. Nem tudom. De azt mondja, hogy mire megöregszel, addigre kész leszel arra, hogy meghalj értem, és az én ügyemért. És tudjátok, mit mondott ki Jézus Krisztus akkor ott? Hogy azok, amit pillanatilag látok, amit tapasztalok veled kapcsolatosan, az lehet, hogy nem annak túl nagy reményre ok. De én látom azt benned, amivé leszel, amivé válni fogsz. És tudom, hogy egy napon kész leszel arra, amire ma még nem voltál kész. Amit ma nem tudtál volna még megtenni. És nagyon-nagyon fontos látod azt, hogy Isten így gondolkodik rólad. Isten így gondolkodik rólad. Isten látja azt az értéket, ami benned van. Ő kiválasztott téged. És ő nem véletlenül választott ki. Ő nem egy pancser. Az, hogy itt vagy, az annak a jelő, hogy ő kiválasztott téged. És azért választott ki, mert te értékes vagy. Bárki bármit mond, te egy értékes ember vagy. Néhány dolgot még ide följegyzetettem magamnak, hát erre már nem lesz idő, de... Csak nagyon röviden egy-két dolog még. Az elvetettség és az elutasítottság az egy szellemiség. És az a szellemiség, ami emögött van, az pont az ellenkezőjét végzi annak, amit a Szent Szellem végez. A Szent Szellem folyamatosan arról tanúskodik, és arról tesz bizonyságot benned, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, és hogy Isten gyereke vagy. A Biblia erről egyértelműen beszél. Biztos, ti is már megtapasztaltátok, hogy amikor betölt benneteket a Szent Szellem, óriási boldogság és öröm jár át titeket, és tudjátok azt, hogy Isten megbocsátotta a bűneiteket, és hogy az övéi vagytok. És ez elképesztően jó dolog. És amikor ilyen állapotban vagytok, akkor nézzétek, hogy bármire képesek lennétek. Na most az elutasítottság és az elvetettség mögött ugyanúgy egy szellemiség van, ami pont az ellenkezőjét végzi. Aki azt akarja bizonyítani neked, hogy te értéktelen vagy, hogy téged Isten utál, hogy nem csak az emberek vetnek meg, hanem Istennek is megvan rólad a véleménye. És hogy ne is reménykedj abba, hogy neked üdvösséged van, hogy ne is reménykedj abba, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, mert egy értéktelen senki vagy. Egy pancser, egy lúzer. És hogyha tapasztalod ennek a szellemiségnek a jelenlétét az életedben, akkor arra bátorítalak, hogy ne dőlj be neki, hanem vedd fel vele a küzdelmet. És parancsolj ki az életedből. És ne vállalj vele közösséget. Mert ez nem az Istennek a hangja az életedben. Istennek a hangja nem ez az életedben. A másik dolog, amit akarok mondani, szeretnék mondani, hogy amikor valaki elutasított állapotban van, akkor gyakorlatilag egy öngerjesztő folyamatnak a részévé válik. Minél több az elutasítás egy ember életében, az az ember annál frusztráltabbá válik, és
minél több a frusztráció, annál nagyobb a teljesítési kényszer egy embernek az életében, és minél nagyobb a teljesítési kényszer egy embernek az életében, annál nagyobb hülyeségeket csinál, és minél nagyobb hülyeségeket csinál, annál elutasítottabbá válik. És akkor kezdődik az egész folyamat előről. Ne hagyd, hogy belekerülj ebbe a mókus kerékbe, hanem hozz egy döntést, hogy állj, ennek vége. Én, az én identitásom az Istennek a szeretetétől függ. Arról, attól, hogy az Isten mit mond rólam, hogy mit jelent ki rólam az Isten az ő igéjében és az ő beszédében. És az én identitásom attól függ, amit a Szent Szellem mond nekem, amikor dicsérem az Istent, amikor bemegyek az Istennek a jelenlétébe. És kerülj ki ebből a mókus kerékből, mert ez egy öngerjesztő folyamat, ahogy ezt jól demonstráltam, és ennek nagyon rossz vége lesz. De az ellenkezője is igaz. Ha viszont a Szent Szellem hangját hallod, és azt tesz bizonyságot benned folyamatosan, akkor azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utad, ami vezetni fog egészen a teljes délig. És akkor az az ige lesz rád igaz, amit úgy mond az Ószövetség, hogy még a homályod, az árnyékod is olyan lesz, mint a déli napfény. Amikor te úgy érzed, hogy most bénán teljesítettél, és hogy jaj, de ciki, amit mondtál, vagy amit csináltál, a kívülállók még azt is úgy fogják értékelni, mint a délben a napot, ami a legnagyobb erővel süt. Nagyon fontos dolog. Hát, hogy húzz egy vonalat, és kerülj ki ebből a mókus kerékből. Jó, hát azt hiszem, hogy itt muszáj megállni, mert nagyon kifutottam az időből. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. És azért a záró gondolatunkat tegyük ide. A példát elmondtam. Választás és változás. Az, hogy Isten kiválasztott téged, a garancia arra, hogy bár lehet, hogy a pillanatnyi helyzet más mutat, az életed meg fog változni. És adjon ez neked hitet arra, hogy Istennek az ereje megjelenik az életedben és változásokat fog hozni. Hidd ezt el. És én arra kérlek téged, hogy gondolj most az életedben azokra a dolgokra, és közben kérem a dicsőítő zenekart, hogy gyertek, ahol úgy érzed, hogy szükséged van a változásra. Te tudod a legjobban azt, hogy mik azok a hibák, mik azok a hiányosságok, bűnök az életedben, amik miatt sokszor úgy érzed, hogy jogosan vagy terhére a másoknak, vagy jogosan utálod saját magadat is. És ha ezt így végig gondoltad, és tudod, hogy mik ezek a pontok az életedben, de rendben, még próbáltok egy picit befigyelni. Szóval, hogy mik ezek a pontok az életedben, akkor tedd emellé azt a tényt, hogy Isten mindenek ellenére kiválasztott téged. Mert ő látja azt, hogy ezeken a pontokon az életed hogy fog megváltozni. Ugyanúgy, hogy Péternek az élete megváltozott. Ugyanúgy a te életed is meg fog változni. Azért, mert Isten kiválasztott téged. És most el fogjuk kezdeni dicsérni az Urat, és arra kérlek titeket, hogy Martin, egy azt mondod, énekeljünk el, hogy te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben. Meg, ugye? És menjünk Istennek a jelenlétébe, illetve maradjunk Istennek a jelenlétébe. És amikor ott vagyunk az Istennek a jelenlétében, engedd azt, hogy a Szent Szellem betöltsön téged. És engedd azt, hogy a Szent Szellem azt a hitet, amit Isten gyakorol feléd, azt megerősítse a szívedben. És engedd, hogy ez az immunerősítő injekció belemenjen a szellemedbe, belemenjen a lelkednek a közepébe, és megtöltsön téged életerővel, mennyei erővel. Te nem az vagy, amit mondanak rólad, hanem te az vagy, amit Isten mond rólad. És Isten azt mondja rólad, hogy te az én fiam vagy, akiben én gyönyörködöm, te az én lányom vagy, és tetszik, amit csinálsz, mert tőlem származol, mert az enyém vagy, a gyerekem vagy. És én vagyok az, aki megváltoztatlak téged. Én vagyok az, aki a Szent Szellem által kiábrázolom benned a Krisztust, a Krisztusnak a természetét, a jellemét, a hatalmát, az erejét. Gyertek, álljunk föl és dicsérjük az Urat!